Üdvözletünk! A 34. héten úgy adódott, hogy a Gamescom-os külön hír összefoglalóknak köszönhetően ezúttal csak egy adással tudunk jelentkezni, na de ne csüggedjetek, a 35. hét már megint dupla lesz. Addig is pedig jó szórakozást ehhez az egy adáshoz. Ahogy azt várni lehetett, az Eternal Darkness szellemi örökösének kikiáltott Shadow of the Eternals másodszor is megbukott a Kickstarteren. Hiába ígértek tehát fűtfát a készítők, még így sem győzött meg elég embert a projekt. Az sem segített nekik, hogy a korábbi 1,5 milliós célt lefelezték 750 ezer dollárra, mivel még így is csak 324 ezer dollárt tudtak összeszedni. A Square Enix-es Daryl Gallagher elárult pár dolgot az új Tomb Raider-ről. Gondolom, senkit nem fog meglepni, hogy ez volt a legjobban fogyó epizód a sorozat történetében, egészen pontosan 4 millió darab talált gazdára belőle. Kiderült továbbá az is, hogy a 2010-es Lara Croft and the Guardian of Light-ból 1 milliót adtak el, míg a Sleeping Dogs-ból 1,5 milliót. Egy Neil Jeffre kiszivárgott dokumentum szerint már javában zajlik a Space Hulk Deadwing fejlesztése, ami egy igazi Warhammer 40.000-es cím lesz. Az FPS-t a Striumon Studios készíti, méghozzá az Unreal Engine 4-jel megtámogatva, így a látványra tuti nem lehet majd panasz. Hivatalos bejelentés még nincs, de várjuk szeretettel! Megérkezett a free-to-play Neverwinter MMO első komolyabb kiegészítője, a Fury of the Feywild, amiben új helyszíneket, tárgyakat és ellenségeket is találhatunk, de két új faj is bekerült az eddigi felhozatalba. Egyébként a Neverwinter világában már több milliónyian aprítanak. Bár a Blizzard egyelőre csak PC-re jelentette be a Diablo 3 első kiegészítőjét, a Reaper of Souls, gondolom senkit sem fog meglepni, ha idővel ez is átruccon a konzolok világába, főleg, hogy a fejlesztők elárulták, hogy lépésről lépésre haladnak, a PC-s Diablo 3 után a konzolos volt a következő fok, akkor ezek szerint a PC-s kiegészítő után a konzolos fog következni? A Devolver Digital bejelentette, hogy a Shadow Warrior remake szeptember 26-án jelenik meg PC-re. A Flying Vikings csapata igyekszik megtartani az 1997-es klasszikus minden jellemzőjét, a hangulatra így remélhetőleg nem lehet majd panasz. Az Electronic Arts bejelentette a Heroes of Dragon Age készültét, ami egy free-to-play mobilos cím lesz, méghozzá még idén ősszel. A játékban nagy szerep jut majd a harcoknak, amik alatt saját csapatot alkothatunk a sorozatból már ismerős arcokból és szörnyekből. A korábbi pletykák igaznak bizonyultak, azaz tényleg érkezik HD kiadása a Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate-nek, ami október 31-én jelenik meg PlayStation 3-ra és Xbox 360-ra, de később egy PC-s változat sem elképzelhetetlen. Marcus Notch Person, akit sokan a Minecraft atyaként ismernek, most egy új játékkal hódít. A Shambles egy böngészőben futatható retro FPS, amiben zombikat kell ölnünk, töltényeket találnunk, életet töltenünk, és úgy egészében egyszerűen csak túlélnünk. A játékot egy hét alatt készítette, és a shambles.notch.net oldalon bárki kipróbálhatja a remek művet. Úgy tűnik, hogy a Sony nagyot hibázott, mivel az európai PlayStation Network-re idő előtt kiszivárgott a Grand Theft Auto 5 előtöltésére szolgáló 18 GB-os adatmennyiség. Néhányan már ki is tudtak hámozni belőle egy-két dolgot, de a Rockstar mindenkit felszólított, hogy ne merészeljen spoilerezni. Eközben a Sony pedig csúnyán összeröstelte magát, na meg persze eltávolította a csomagocskát. Az Electronic Arts operatív igazgatója Peter Moore elmondta, hogy a jövőben nagy hangsúlyt fektetnek majd az online játékokra, így könnyedén előfordulhat, hogy az offline örömöknek búcsút is mondhatunk. Szintén fontos kérdés a pénz, mivel a kiadó szerint a free-to-play-ben van a jövő, és a next-gen őrület lecsengése után nyargalnak is vissza a mobilos, valamint az ingyenes PC-s játékokhoz. Nem győz magyarázkodni a Rebellion Developments, miután kiderült, hogy a korábban bejelentett Evil Genius egy online free-to-play játék lesz, ráadásul a Facebookon érhetjük majd el. A kiadó bizakodó, és bár elég sok negatív kritika érte őket, a bétára szánt helyek hamar beteltek. Továbbá azt is elárulták, hogy a későbbiekben készíteni fognak egy teljes értékű folytatást is, de egyelőre nincs rá légbetevő. Abban reménykednek, hogy a free-to-play változat majd eleget hoz a konyhára, azonban ha be is jön a számításuk, a valódi folytatásra senki sem mostanság számítson. Hatalmas sikernek örvend az Electronic Arts féle Humble Origin Bundle, ami 9,2 millió dollárt hozott, szemben a legutóbbi Indie Bundle 5 eddigi rekordjával, ami csak 5,1 millió dollárra volt képes.
Külön öröm, hogy a csomag a vége felé még ki is bővült, hiszen ha az átlagon felüli befizetést választottad, akkor nem csak a Dead Space, a Burnout Paradise The Ultimate Box, a Crysis 2 Maximum Edition, a Mirror's Edge, a Dead Space 3, a Medulla of Honor, a Battlefield 3 és a The Sims 3 Starter Pack lett a tiéd, hanem pluszban megkaptad még a Populous-t és a Command & Conquer Red Alert Uprisingot is. Böngészőből futtatva és free-to-play rendszerrel megspékelve tér vissza a Panzer General sorozat. A játékon a Settler címeket is jegyző Blue Byte dolgozik, és leginkább a multira lesz kiegyezve, de a manapság nagy divatnak számító kártyajátékos elemek sem fognak hiányozni a hadszíntéről. A zárt béta még idén elstartol, amire már lehet is jelentkezni, úgyhogy a veteránok akár már pár hónapon belül elkezdhetik a sorozat legújabb részének tesztelését. A DayZ-ről ismerté vált Phosphor Games új fába vágta a fejszéjét a Netherrel, amiben egy nyitott világban bolyonghatunk, miközben meg kell küzdenünk a többi játékossal, valamint a mutánsokkal a még megmaradt készletekért. A környezet jóval gazdagabb, ezáltal könnyebben bejárhatjuk majd. Rengeteg fegyver vár majd ránk, de vigyázzunk, mert az ellen mellett a mutánsok sem lesznek piskoták, teleportálnak és hangok útján tájékozódnak. A zárt bétára már lehet is jelentkezni. Köszönjük szépen figyelmeteket, 35. héttel fogunk jelentkezni hamarosan. De addig is jók legyetek, sziasztok!